Sziasztok, Ambrose vagyok, nézzetek NSZO TV. A helyszínen tekintette meg a női kézilabda világbajnokság keddi játéknapját a magyar kézilabda edzők néhány kiválósága, akik a hatnapos szakmai tanulmányút keretei között több csoportmeccset is megtekintenek. Ez minden évben a világversenyre, amikor elérhető, akkor megszervezzük, vagy pontosabban, tehát itt a Oroszországban azért nem biztos, hogy kimennék, de voltunk már Norvégiában, voltunk itt tavaly, tehát mindenképpen ez egy nagyon-nagyon jó szakmai program. Tehát, és igazából nagyon sokat tudunk beszélgetni a kézilabdáról esténként, meg napközben, tehát ilyen kicsit tanulgatva egymástól, egymás meglátásait figyelembe véve, tehát ez egy nagyon-nagyon értékes 4-5 nap szokott lenni. Skalicki László szerint egy világverseny hangulata mindig feltölti az embert. Jókat beszélgetnek, szakmázhatnak a kollégákkal. A Németh András szervezte, ugye tulajdonképpen a régi edzőbizottságnak a tagjai vannak itt, és hát megtiszteltek, hogy mondták, hogyha éppen úgy adódik, akkor úgyis ugye valamikor dolgoztam azért egy pár évet a női kézilabdában is, hogy akkor jöjjek, jó társaság, úgy gondolom, hogy jó mérkőzések, egy világverseny hangulata mindig feltölti az embert, lát azért bizonyos újakat, jókat beszélgetünk remélhetőleg, és ugye el tudunk menni nincsbe is, egy másik csoportra is egy picit rálátni, és azt gondolom, hogy azokat a tendenciákat, amely a világ kézilabdázásában van, azokat itt jól föl lehet fedezni, illetve hát azt gondolom, hogy építkezik is az ember mind abból, amit lát az edző kollégáktól, a játékosoktól, egyáltalán a kézilabdától. Elek Gáborral a román-német után beszélgettünk, ami kiváló alkalom volt arra, hogy a soron következő két riválisunkról faggassuk. A németek most mindenképpen magabiztosabb teljesítmény nyújtottak, valami nagyon-nagyon jól lövő teljesítmény, és ugye hát itt azért volt egy nagyon komoly klasszis teljesítmény Susanna Müller személyében, valamint a második fél időben a Wolterinek a feljavuló teljesítménye későn reagált szerintem a román kispad az Ungurano visszacserélésével, és ott tudtak egy nagyobb előnyt kicsikarni. Én nekem jobban tetszett, ma sokkal jobban tetszett a német csapatnak a játéka, és nagyon-nagyon komolyan kell őket venni, mert nagyon komoly lövel-rövel rendelkeznek, valamint hogyha a Wolterin elkapja a fonalat, akkor ő azért nagyon-nagyon tud lendíteni a saját csapatán. Én a románokban kevesebb lehetőséget láttam, azért azt látni kellett, hogy a Neagu az nagyon összetolta magát a podgoricai csapattársától, tehát a kapustól. Várható, hogy ennél azért több lesz, de én most a németeket jobbnak láttam. Az biztos, hogy a románok mindent egy lapra fognak feltenni ellenük, tehát abban egész biztos vagyok csütörtökön. A szakmai tanulmányútra érkező edzők vasárnapig maradnak Szerbiában, Újvidékről Nizsbe utaznak, ahol többek között a brazil-japán és a szerb-dán mérkőzést is megtekinthetik.